A kánikulában az állatok is nagyobb törődést igényelnek, hiszen a nagy meleg és az erős napsugárzás az ő szervezetüket is megviseli, ahogyan az emberi szervezetet is. A gazdáknak és az állattartóknak érdemes jobban figyelniük ilyenkor a jószágokra, hogy azok könnyebben átvészeljék a forróságot. A kutunknak a vízhozama -e ennyire leapadt a magyar határhoz közeli szlovák csomatelke község egyik gazdája mutatja a kutyát, amelyben már alig van víz a csapadék hiány is a forróság miatt. Juhász István 160 hektáron 60 szarvasmarhát tenyészt. A forróság miatt az erdőből két hektárt hozzákerítettek a legelőhöz, így az állatok napközben ott tudnak hűsölni. Emellett az ivóvíz ellátást is meg kellett oldani. Ide telepítettünk egy 3000 literes önítató vállót, ugyanis egy darab szarvasmarhának a szaur az ilyen meleg időszakban 25-30 liter egy ivásra annyit képes meginni az állat. Tehát kell, hogy állott nem friss, tehát friss állott vízre van szüksége, és az állandóan tulajdonképpen utánpótlódik. A szarvasmarhák folyadékbevitele befolyásolja a tejhozamot is. Ezért is fontos a friss víz, hiszen a gazdaságban 18 borjú van. egy a közeli csákányházen található farmon is gondot okoz a hőség, hiszen a baromfik is nehezen viselik a meleget. Ilyenkor kevesebb a tojás, úgyhogy az üzletekben is Hosszai varniuk, nehezebben tudok nekik megadni azt a mennyiséget, amennyit szeretnének, és ugye a tehenek is napközben bent vannak, mivel nem szeretnek a melegben legálni, úgyhogy csak este járnak ki. A gazdák azt is tudják, hogy az állatok viselkedését is figyelemmel kell kísérni az extrém időjárás ideje alatt, és ha bármilyen abnormális vagy aggasztó jelet észlelnek, sürgősen állatorvoshoz kell fordulniuk.